Felborított kukák, betört buszmegállóüvegek, szétdobált palackok, gyakran szólnak hasonló hírekről a tudósítások szilveszter után, de nem itt Újpesten. Az új év első hetében kíváncsiak voltunk, vajon miutánunk mennyi takarítani való maradt január 1-ére virradóra. A Városgondnokságon megtudtuk bizony, mi nagyon rendes kerület vagyunk, és bár fel voltunk készülve mindenre, egy átlagos reggelnél nem akadt több munkájuk. Ügyelet volt végig az ünnepek alatt, fel voltunk készülve, de hála Istennek az idei szilveszter nagyon jól sikerült, mindenféle szempontból semmi különös esemény nem volt, és a munkánk se volt olyan vészes, tehát kevesebb hulladék és szemét volt, mint az előző években. Az új év pedig bár szemetelés nélkül, de havazással indult, de ez lévén tél és január senkit sem ért természetesen váratlanul. Hát azt már vártuk, mert ugye tavaly is megúsztuk, idén ugye megérkezett a régóta várt hó, hála Istennek nem ért felkészületlenül bennünket, tehát a gépeink már elő voltak készítve, úgyhogy a tavalyi hó mennyiségre betárolt só is rendelkezésre állt, úgyhogy amit most idén el is használunk, úgy néz ki, minek után tartósnak tűnik a dolog, és még további havazás várható a meteorológiai szerint. Megnyugodhatnak tehát az újpestiek, jöhet a hóutánpótlás, hiszen az utak eltakarítását végző gépállomány előre fel lett készítve. Városgondnokságnak két traktora van, ami tolólappal rendelkezik és szóró adapterrel. Ezeket használjuk, ezen kívül van még három utca seprőgép, ami szintén átalakítható, és ezek is a tolólappal felszerelve a hótolást és a sószóró adapterrel vannak szintén felszerelve. Ugye ami nagyon érzékeny és frekventált, az a főtér. Ugye ott mindig a burkolat miatt az nagyon csúszás veszélyes, tehát arra koncentrálunk főképp, hogy ott a leghamarabb ott kell a csúszásmentesítést elvégeznünk. A Városgondnoksághoz leginkább a zöld területeken, parkokon átvezető utak megtisztítása tartozik havazás esetén, de volt már rá példa, hogy különleges esetben kivételt tettek, mint például olyan esetben, ahol mozgássérült emberekről van szó. Azonban fontos, és senki ne feledje, hogy a házak előtti zöld terület megtisztítása és csúszásmentesítése minden esetben a lakóközösség feladata, amit a balesetek miatt jó, ha nem hagyunk figyelmen kívül.